Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Kézi Vezérlés extra nézőit, nem először a műsor folyamán, és nem is utoljára Pásztor Istvánnal fogunk beszélgetni. Szia Pista! De ilyen ünnepi alkalom azt hiszem még nem volt, hiszen ugye fantasztikus bravúrt értetek el a Fradi férfi csapatával, túljutottatok a csoportkörön, és jön az egyenes kieséses szakasz. Készültem egy bemelegítő kérdéssel, jó, hogy aztán majd bele melegedjünk. Ugye 20:45-kor kezdődött a meccsetek a Flensburg ellen, durván 10:30, mire véget ért, gondolom lehetett olyan éjfél, mire hazaértél. Na azt mondnak, hogy ilyenkor, ki tudsz kapcsolni, egyetek ki akarsz kapcsolni, vagy visszanézed, kommentet olvasol, gratulációt fogadsz, mikor tudtál elaludni, szóval hogy telt ez az éjszaka? Ha egyrészt nem éjfélre jöttem haza, mert Almádiba mentem. Akkor egyre. Azt jelentette, hogy inkább ilyen egy körül, mert nagyon későn indultam el. Nyilván az ilyen mérkőzés után nagyon hosszú az az idő, és örömteli az az idő, amíg szurkolók, család, ott volt a kislányom is, a média munkatársaknak eleget tenni, akkor az öltözőben, ott megéli az ember a srácokkal a sikert, és extrán hosszú volt az az idő, amíg elindultam egyáltalán. Tehát ez a késői mérkőzéseket azért nem nekünk találták ki, az fura ez a 3:49-es kezdés. És szerintem hát ilyen 2:30-3 körül volt az, amikor én megpróbáltam elaludni, és akkor még így kevergett a fejemben minden. Persze megpróbálja az ember úgy is átélni, hogy megnézi, hogy miket írnak róla, megnézi esetleg az aktuális bevágásokat, amik hirtelen már felkerültek a mérkőzés után a jobb pillanatokról. Meg kell élni. Muszáj megélni, mert, hát, mert ebből lehet táplálkozni utána, meg ez adja a jót az egészért. És ez egy olyan meccs volt, ahol volt mit megélni. Az igen. Meg egyáltalán realizálni, hogy pontosan mi történt, mert azért a emlékképek vannak, de az ilyen felfokozott állapotban teljesen más élőben kívülről nézni, de ezt ugye nyilván egyértelmű, élőben belülről nézni, meg teljesen más, amikor utólag megnézi az ember, és akkor ott hirtelen meglátja, hogy fú, ez tényleg így volt, ezt teljesen másképp emlékeztem. Hát az biztos, hogy ez az Európa Liga sorozat, ebbe így azért belesűrítettél egy 10 évnyi tapasztalatot, meg izgulást, mert gyakorlatilag az összes meccsetek ilyen volt, vagy pozitív, vagy negatív irányba, hogy az utolsó pillanatban történt valami, és tényleg méltó módon ért véget ebben a sorozat, és tényleg gratulálok én is, hogy tovább tudtatok jutni, mert azért nagyon-nagyon nagyon sajnálta volna szerintem mindenki, ha ez így elcsúszik. Nem is tazán ezen a meccsen, hanem inkább a Benidormon, nekem az volt a fájó pillanat, amikor, mert azt a meccset... Az egyik fájó pillanat. Igen, de ha így most arról beszélgetnénk, hogy hú, nem tudott tovább jutni a Fradi egy gól miatt, akkor szerintem a legfájóbb, de mindegy is, mert ez már a múlt, hanem azt szeretném kérdezni tőled, hogy ezt te úgy a sorozatban úgy realizáltad, hogy döntetlen, egy ide, egy oda, hogy mi lesz ebből, vagy hány évet öregettél? Érdekes, a kívülről nézve szerintem borzasztóbb, mert úgy belül átélve egy kicsit olyan, mintha lejátszaná az ember, és kicsit talán olyan, hogy úgy jobban gördülnek a dolgok, így jön egymás után, folyamatosan töppeng az ember, hogy mit kellene csinálni, hogyan, ki menjen a pályára, ki nem, mi lenne a legjobb, és akkor talán nem ennyire részes, mint az, hogy így tétlenül nézni mondjuk a pályán kívülről, vagy a lelátóról, de nagyon érdekes volt. Egyébként a Benidormra visszatérve, az egy elég mély pont volt számomra is, hogy hogyan kellett volna másként, és nyilván magamat hibáztattam először egy-két dolog miatt. A másik egyébként, ez ami a jobb tavaszi szezon része volt, az Istad mérkőzés, ahol egy kicsit hasonló volt, mint ez a miénk, csak a pont ellenkező előjellel, hogy ott egy megérdemelt 2 pont lett volna, én azt gondolom, és ott
pont az a szerencse, ekkora szerencse nem, de ott is egy, a bizonyos szerencse azért melléjük állt egy jó kivédekezett támadás után, egy felpattanó labda, senki nem tudja hol van, tehát az, ott abban jobban benne éreztem, hogy akkor már eldőlhetett volna. Jó, beszéljünk egy kicsit erről a meccsről, mert azért van mit beszélni róla. Ugye ott a végén azért elég nagy cirkusz kerekedett, a németek eléggé ki voltak akadva a játékvezetésre, legyünk őszinték, hogy hát, hogy mondjam, nem volt kedvezőtlen a bíráskodás mondjuk a Fradi részére, ugye az utolsó gól az határeset volt, és nagyon nagy cirkus csináltak ott a németek a lefújás pillanatában. Utána volt ennek valami folytatása, hogy akár Maulával beszéltél? Vagy... Semmi folytatása nem volt. Egyébként beszélt az Ábel, a nagy Ábel az előtti edzőnk, ugye ő Norvégiában dolgozott, úgy norvégul beszélt a norvég játékosokkal, például neki fogalmuk nem volt arról, hogy ennek tétje van számunkra. Abszolút úgy jöttek ide, hogy le kell játszani ezt az utolsó meccset, minden meccset meg akarunk nyerni nyilván, mi vagyunk a Flensburg, nehogy már kikapjunk a 5-től, aki lehet, nem is tudjuk hányadik, mert tényleg fogalmuk nem volt, hogy ennek... Ja, persze, miért tudnák, hát nyilván. Tehát kérdezték, mi ez a nagy öröm, meg hogy mi ez az egész, most az egy pont miatt. Halvány fogalmuk nem volt róla. Tehát, hogy ők úgy játszották egyébként... a meccset, hogy nyerni akarnak, és akkor... Hát mondjuk, igen, leginkább a második fél időt. Tehát ott nagyon megrázták magukat, és akkor tényleg úgy tűnt, hogy amit én, mint Attila mondott a szünetben, azt nem tudom, ugye ő volt a stúdióban, ugye én közvetítettem, hogy arra kell azért figyelnünk, hogy a Flensburg veszteni biztos, hogy nem akar. És ez látható. Sem. Igen. Egy pillanatra sem, és ezért nagyon értékes. Most megcsináltam a statisztikát, mert ugye nyilván dolgoztam már tegnap, már előre szombatra is, meg ugye mindig megcsinálom a részletes statisztikát, hogy nagyon értékes az, hogy 27 gólt kaptunk csak, úgyhogy volt egy átlagos kapus teljesítmény 10 védéssel, de volt 6 szerzett labdánk, meg 4 olyan technikai hibájuk, ami lépés és ehhez hasonló, vagy eladott labda, amiben a védekezés extrát hozott. De az is nagyon durva, hogy volt 14 technikai hibája a Flensburgnak, abból 10-et mi okoztunk. Tehát, hogy egy nagyon, nagyon szép dolog volt a felkészülésben, meg a srácok koncentrációjában mindenképpen. Én nem is annyira erről a meccsről beszélnék, meg különösen a játékvezetésre, inkább az a megjegyzésem, hogy a Fradi is egy nagy csapattá érett, mert gyenge csapatokat nem szoktak jó játékvezetni, úgyhogy ez egy külön lépcsőfok Svédországban ezzel tiltakoztam volna, mert azt is... De most ezután, a meccs után mondom. Nyilván igen. Egyébként pont ezt akartam kihozni belőle, hogy a játékvezetés az olyan dolog, hogy egyszer fönt, egyszer lent. Így van, most egyszer kapunk, Most ezt adták, el kell fogadni, legközelebb majd másképp lesz valószínűleg, meg aztán megint így, de minden esetre... Nagyon sokszor lesz így is, meg úgy is. Így van, de minden esetre az szerintem, tehát felkerült azért a Fradi férfi szinten is a térképre. Itt a védekezésről, amit beszéltél, ebbe szeretnék egy picit belemenni, hogy én azt érzem rajtatok, itt a tavaszi szezont, vagy a ideit, így mondom, tehát a 2023-as meccseket tekintve egyértelmű, tehát látható az a változás, ami a csapatodon van, a védekezés fontosságát és a pontosságát tekintve. Tehát ugye itt beszéltünk az első részében a szezonnak arról, hogy a iszonyú mennyiségű gólt tudtok lőni, óriási lendületen játszotok, de néha nem találja el a csapat, meg az edző se gondolom, vagy ezt együtt lehet szerintem értékelni, hogy mikor kéne ritmust váltani, egy picit visszaállni, megállni, másképp játszani, hanem mentetek, aki elétek került, azt legázoltátok, aki meg ellenállt, vagy még gyorsabban tudott játszani, akkor belementetek egy ilyen csatába, ami nem feltétlen volt taktikus. És most azt érzem, hogy ebben nagyon sokat érett a csapat, tehát tudjátok, hogy mikor meg kell állni, mikor kell inkább odafigyelni a védekezésre. Vannak támadások, amit muszáj kivédekezni, nem lehet kiugrálni, azokat sokkal jobban megtalálja a csapat. Ezt te is így érzed a padról? A
Az első fél évben úgy érzem, vagy úgy gondolom, hogy picit sokat akartam, és nem kevés volt rá az idő. A befogadókészség elég jó volt, meg élvezték is a srácok, de nem sikerült egyszer kicsit sok mindent megvalósítani, és a védekezés ugyanolyan fontos lett volna, csak a kettő együtt nem ment, a gyors játék és a nagyon sok futás, amihez nem voltak hozzászokva, az nem ment együtt a precíz és nagyon kemény és agresszív védekezéssel, és ezt el kellett fogadnom. Én nagyon sokat gondolkoztam a téli szünetben, hogy miként, meg hogyan másként, és a január rá is ment arra, hogy szinte egy-egyről újra indítsunk mindenféle védekezéssel kapcsolatos dolgot, és végig védekeztük a felkészülést, sőt a felkészülési mérkőzések is úgy zajlottak, hogy egyáltalán nincs lerohanás. És most gyakorlatilag nincs is, tehát elvétve van. Az egyéni indítások maradnak nyilván, a szélsőknek kell mennie, de kialakult egy olyan, hogy legyen meg a biztonság, a védekezés biztonsága. Óhatatlanul is, aki nincs hozzászokva ehhez, tehát nem top BL tempót megy, az pihen védekezésben. Egyszerűen nem szándékosan, hanem mindig lekésik egy-egy ütemet, nem úgy tud előrelépni, nem úgy tud ütközni, nem az az agresszivitás van. Amikor ki van mondva, hogy a védekezés, az agresszivitás a legfontosabb, és nem kell rohanni belőle, akkor ez egy kicsit felszabadította ebből a szempontból a játékosokat, és erről az oldalról megfogva remélem fel lehet majd építeni egy ennél gyorsabb, agresszívebb játékot, nyilván a mérkőzés szakaszaiban nem 60 percig, mert senki nem tudja, de azt szeretném visszaépíteni, és így egy kettőt összegyúrni, végülis ez lenne a feladat, vagy ez lenne az én célom valahol még a jövőben. Érdekes, amit mondasz, mert igen, most egy kicsit úgy éreztem, hogy te ezt visszalépésnek érzed a kezdeti terveidhez képest. Holott, várjál, csak mondom az én gondolatmenetem, lehet, hogy téves. Én meg pont előrelépésnek érzem, mert én meg azt látom, kicsit kívülállóként, hogy leszámítva tényleg a top-top BL csapatokat, mondjuk Jelce, Barcelona, azért a többiek azért nagyon, nagyon súlyoznak, mint ahogy azt ti is csináljátok. Most nincs az az őrült rohanás, a védekezésnek tényleg óriási. Most szinte egyáltalán nincs. Ugye? Óriási, óriási jelentős. Igen, óriási. Változtatni majd abban előre. Na de ha ez az eredmény... Hogy néha szükség lesz rá. Mint okay, ahogy láttátok, de... most az utolsó 5 percben szükség volt rá, hogy nagyon menjünk, és nagyon gyors gólokat lőjünk. Be is kapcsoltak a reflexek, és sikerült gyors gólokat lőni, mert rengeteg gól esett az utolsó. Most néztem a felvételt, azt hiszem az utolsó 5 percben 8 gól esett, vagy valami, vagy 4 és fél percben esett 8 gól. Tehát borzasztóan sok volt, de az kellett is. Ezt a kettőt összehozni, az lesz a feladat. Nehéz lesz egyébként, mert egy bizonyos szint fölött lehet ezt megcsinálni, jó lenne elérni arra a szintre. Tehát, hogy ez azért a kvalitásoktól függ, nem? Tehát szerintem, mondjuk, hogy másik sportágban vegyünk például, talán Paulo Sousa volt az egyetlen, mondjuk Magyarországon dolgozó futballedző, aki felmérte azt ugye annak idején a Videótonnal, hogy érti ő, hogy neki van egy filozófiája a futballról, de ezek a játékosok, ezek erre képesek. Tehát ahhoz kell szabnia a játékot. Aztán ugye ezt Dárdai Pali is folytatta, stb. És én azt látom, hogy te is kicsit erre ébredtél rá valószínűleg ott a téli szünetben, hogy oké, van neked egy elméleted a kézilabdáról, de ezzel a kerettel így tudsz eredményes lenni. Igen, de viszont azt látom tisztán, és azt be is bizonyosodott, hogy képesek arra, hogy nagyon gyorsan játszanak eredményesen, és jó hatásfokkal, meg arra is képesek, hogy nagyon jól védekezzenek, és meg jó legyen a visszarendeződés, mert az a másik kulcs volt egyébként a Flensburg meccsen, hogy lerohanást meg tudjuk fékezni, és hogy nagyon jó eredményesek legyünk a visszarendeződés taktikájában, meg fegyelmezettek, és hogyha ezt a kettőt külön-külön tudják, akkor tudják együtt is, csak azt szokni kell. Tehát, hogy azt nem is tudom. Talán az a legjobb, hogy az automatizmusok meglegyenek benne, hogy átkapcsoljon, hogy amikor futottam, akkor utána ugyanazon a hőfokon kell tovább csinálni a védekezést. Igen, és szerintem ebbe segített az a fajta menedzsment stílus, amit kialakítottál, hogy minden játékosodat
a szezon alatt próbáltad tűzbe tartani. Tehát nem az volt, hogy kialakult egy sor, aki többet játszott, a többiek meg bejöttek cserébe, hanem azt láttam itt a szezon alatt, hogy néha egész furcsákat húztál, nem is értettük, hogy most a három irányított közül miért a harmadikkal kezdesz. Nem is mindig jött be nyilván, mert ugye ennek a fajta stílusnak megvan ez a hátránya, viszont most, amikor fáradtabbak már játékosok, sérülések vannak, betegségek vannak, ez egy nagy előny volt, hogy végülis bárkit be tudtál vetni a padról, és nem éreztük rajta, hogy na, hát ő most itt kóvályog, mert nem játszott már két hónapja. Úgyhogy ez szerintem ez azért most fizetett, hogy úgy mondjam, mert ez nem mindig egyértelmű. Igen, én szeretném azt, hogy mindenki érezze a bizalmat. Nyilván nem sikerül teljesen, mert azért van egy-két játékos, ahol ezt egyáltalán nem sikerült hoznom, de ahol például négy irányító van, ott borzasztóan nehéz is. Tehát ott azon a poszton van inkább, leginkább ez a dolog, mert egyszerűen képtelenség megoldani, hogy mindenki ugyanannyit legyen, de nagyon örültem például, hogy akár most kiragadok egy példát, hogy a franciák ellen a Török Ádám egy kitűnő teljesítményt tudott hozni, jobbátlövőben, főleg védekezésben, aki alig játszott, és talán ő a legkevesebb, aki itt a nagy keretből játszik, de egyszer nem tudom másképp megoldani, viszont azt arra törekszem, akár sikerül, akár nem, hogy bárkit, hogy is mondjam, lelkiismert furdalás nélkül, vagy félelem nélkül be tudja küldeni. És ez azt hiszem, hogy nálam meg is valósult, mert simán berakok bármelyik szituációban, nehéz szituációban is játékosokat. Remélem, mondjuk, hogy most a hajrában hoztad. Most a hajrában hoztad mondjuk Csörgő Kristófot, az például egy elég vagány húzás volt itt ezen a meccsen. Hát a keretleg fiatalabbnak. A második félidő eleje volt. Igazából annak is volt előzménye, mert Istadban például, amikor egy kicsit megállt a támadójáték, akkor a Mátéval ketten egész jól mozogtak. Nyilván most a Kristóf egyáltalán nem tudott hozzátenni szinte, tehát nem volt, majdnem, hogy nem volt jó momentuma, de ez benne van a mérkőzésben, mint ahogy az is, hogy a legtapasztaltabb emberemnek van rövid zárlata itt a Mátéval. Pont ezt akartam kérdezni, és igen. És utána le kell kapnom őt is, és akkor jön a harmadik, és valakinek eltudtam. Tényleg ott már nem tudtam bosszankodni, mert most megcsináljuk a helyzetet. Nem megy még 6-5 ellen se tudunk szinte helyzetet kialakítani. Van egy begyokorolt 7-5-ös emberelőnyünk, ami szintén a srácokat dicséri, hogy elővesszük, és tényleg álmukból felkeltve megcsinálják, hogy ajtóablak zicserek vannak belőle. Teljesen, hogy is mondjam, biztonságosan, mert az üres a kapu olyankor is, és csak az zicser hiányzik hozzá. Most ezzel az edző nyilván nem tud mit kezdeni. A játékos sem, tehát most nem megy be, nem megy be. De pont ezt akartam kérdezni, hogy egyébként nem lett volna itt semmiféle horrorisztikus végjáték, ha csak a zicsereknek a harmadát belövitek a második fél időben, mert tényleg valami elképesztő mennyiség maradt ki. Erről utólag beszéltetek, hogy mi volt? Ott túlgondolkodták, hogy úristen, tovább nem fogunk jutni? Igazából én játékos koromból hozom azt, hogy a zicser, amikor ott vagy a kapusra szembe, és a pillanatok döntenek, hogy mit csinálj, az, hogy te hogy döntesz, az nem hozzáállás kérdése, az nem is tudom, az nem tudás kérdése, ott vagy bemegy, vagy nem, azon nem lehet azon mérgelődni. Igazából az fájdalmas tud lenni, hogy kézben van egy mérkőzés, tök jól menedzseljük, és akkor nem mennek be a helyzetek, de az viszont meg tisztán szakmailag meg egy nagyon jó dolog, hogy azok a helyzetek kialakulnak. Tehát, hogy ez maga képesek megcsinálni, és megvan az a mozgás, az a koncentráció, ami kell ehhez, hogy kialakítsák. Én mindenképpen szeretném, ha beszélnénk a Bodnár Alexről, mert azt hiszem, hogy ő az a játékos a csapatodban, aki abszolút benne van az, amit te szeretnél elérni, hogy gyorsan tud előre menni, jól támad felállt fal ellen is, és még védekezésben is kifejezetten jó erényeket csillogtat. Ugye, mert azért a csapatodban van jó pár olyan játékos, aki jól támad, de viszont nem nagyon jól védekezik. Tehát az, hogy azt, amit mondta az elején, hogy
hogy mind a kettőt tudják egyszer a játékosok jól védekezni, ha kell rohanni, ehhez olyan játékosok kellenek, akikben ez benne van. És ebbe a srácba szerintem ez abszolút benne van, és nem tudom, hogy hogy látod az ő lehetőségeit a későbbiekben, például a válogatottban is. Én azt hiszem, hogy meg lehetne őt próbálni. A másik ilyen személy nyilván a Nagy Bence, akinek a támadási potenciája, azt ismerjük. Viszont haladtál-e abba egy kicsit előre, hogy a védekezésben jobban oda tegye magát, meg ne pihengessen, ahogy mondtad. Mert ez a két játékos azt hiszem azért nagyon komoly erőssége lehet a magyar kézilabdának. A többi is nyilván, csak igen. Esetleg Borbély Ádámmal kiegészíthetjük a sort, mert szerintem meccsről meccsre. Ő nem támad. Jó, nem úgy értem, hát játék, nem arról. De támadhatna. Egyébként támadhatna. A kapus is játékos. Igen. Hát ezzel vitatkozna a pár ember, de igen. A Bencével kezdem. Főleg itt a februári időszakban ugye lejátszottunk most már 8 meccset, vagy 9-et, vagy már nem is tudom, nem számolom. A lőlapok alapján, és az számít, hogy rengeteg plusza van védekezésben, és általában pluszosan is jött ki. És a kettes védőben sikerült megtalálni azt az agresszivitást, azt a fajta mozgást. Megértette, hogy a rendszerben mit kell csinálni, hogy mennyi, mi kell több ahhoz, hogy esetleg jobb védő legyen, és jött elő rengeteget kettes védőként, és már egyre komfortosabban érzi magát ebben. Úgyhogy ő mindenképpen pozitív ebből a szempontból. Az Alex meg még inkább ő ugye egy véletlenként került be. Kettes védőként is használtam, de nem volt eléggé meggyőző, viszont kényszerből ugye bekerült hármasba a rengeteg beteg miatt, és ez adott neki egy olyan önbizalmat, ami számára egyébként borzasztóan fontos, még számára még fontosabb, mint bármelyik más játékosnak, hogy legyen mindig egy hatalmas önbizalma, mert ott elkezdett ütközni, ott használta az erejét, mert egy nagyon jó kötésű srácról van szó nyilván, és nagyon okos. És hármas védőbe ugye nagyon muszáj, hogy gondolkozzon az ember. Folyamatosan számoljon, folyamatosan nézze a távolságokat, nézze a lépést, a labda leütéseket, hogy mit csinál az ellenfél. És az intelligens játékosok nagyon-nagyon jó hármas védők, ha megvan a testi adottságuk. Erre látunk régebből is jó példákat. És ő ebben ezért nagyon-nagyon jó. Még mindig hiányzik belőle sokszor olyan magától értetődő agresszivitás és keménység, ami azért muszáj lenne egy hármas védőnek, de ezt viszont fel lehet szedni. Támadásban mindig is extra volt, kitűnő átlövője van, jól lát a pályán, jól cselez, jól szervez, tehát ebből a szempontból igazából kiegészült neki is a tudása, meg az értéke kiegészült azzal, hogy jó védő, vagy legalábbis jó, afelé tart, hogy nagyon jó védő legyen. A Borbély Ádám, én sajnálom, hogy nem válogatott. Az, hogy most az Andorrián bekerült a keretbe, az egy teljesen jogos dolog. Itt a világversenyre szerintem érdemes lett volna a Macit is vinni, de nyilván a szövetségi kapitány döntése, ezt megértem egyébként, mert azt viszi, én is mint edzőként azt viszi, akiben bízik, de ő tényleg most tart egy olyan pályán, ami a védekezés feljavulásával egyenes arányos azért szerintem, és így egymás segíti a csapat, és ebben így látok még további fejlődést. És egyébként tudom, hogy nem te vagy a kapitány még, de a Vodnár Alex és a Nagy Bence játékát most teljesen, tehát a szubjektivitást félretéve, mint Fradi edző, szerinted lenne helyük nekik a válogatottban? A védekezésben mindenképpen kell még fejlődni, hogy nemzetközi topjátékosok legyenek, vagy ahhoz közelítő, bocsánat, mert a top az nyilván elég szűk elit, de hogyha stabilan
mérkőzésen több súlyos hiba nélkül tudná hozni azt, amit egyébként jól tudnak, akkor szerintem visszakerülhetne a Bence, és az Alexet is ki lehetne próbálni, ha egyáltalán van olyan lehetőség. Most nem nagyon tudom a válogatott programját, hogy tétmeccseken kívül milyen lehetőségek vannak megnézni embereket, de a Bence esélyes lenne, mert viszont benne van egy olyan hogy is mondjam, egy ilyen nagyon-nagyon komoly motiváció arra, hogy ilyen gladiátorként ő menjen és hozzon eredményeket. Tehát mindenképpen a csapat hasznára válik. Egy nem könnyű ember, de szószoros értelemben. Általában az igazán extra klasszisok nem voltak soha könnyű emberek. Tehát, egyébként ezt nem véletlenül kérdezem, mert ugye itt a VB után sokat beszéltünk arról, hogy valahogy a válogatottnak a játékát színesíteni kéne, találni egy-két-három olyan embert, aki hozzá tud tenni mind védekezésben, mind támadásban, hogy egy picit kilépjünk abból a egysíkúságból, ami azért jellemzi a válogatott játékát. És ebből az optikából kérdeztem azért, hogy például ez a két játékos, ez lehet-e az a profil, akik hát tudnak változtatni ezen a játékstíluson. Különösen a Bognára gondolok egyébként, mert a Bence azért egy nagy lövő, abból azért van nekünk. Igen. De ez a fajta mozgékonyabb játékos, ez hiányzik. Abból a szempontból van benne igazság talán, hogy elnézve a válogatott irányítóit, ugye az átlövő típusú irányító nálunk hiányzik a válogatottban, és azt megnézzük a csúcs válogatottakat, mindenhol van átlövő típusú irányító, ahol összemosódnak a posztok teljesen, és bármelyik átlövő poszton veszélyes tud lenni. Tehát az, amikor irányítóban, én az Alexnél is egyébként a mostani meccsen felismerült, hogy azért tettem az egyik szituációba, irányítóba, hogy ott az átlövés az egy kulcsfontosságú dolog volt, mert azzal álltunk leggyengébben gyakorlatilag a Flensburg ellen, egy ilyen fal ellen, és ott a válogatottban, ahogy megnézzük a statisztikákat, szerintem az irányítók nagyon-nagyon kevés átlövést vállaltak, vagy ha vállaltak is, ugye nem túl jó százalékkal, mert hát nem lehet elvárni a Lékai Mátétól, meg a Hanuszegontól, hogy átlövésből ugye nagyon-nagyon veszélyesek legyenek. Na jó, hát ez még a távoli jövő zenéje, és egyébként is ugye ez válogatott kérdés. Térjünk vissza itt akkor a beszélgetés vége felé a Fradihoz. Első kérdés Montpellier, kicsit is foglalkoztál-e már a leendő ellenféllel? Én csak tegnap ránéztem azért a francia tabellára, ők az elsők. Igen. Tudom, hogy vezetik a francia tabellát nyilván. Igen. Azt is tudtam, hogy az Aix-en-Provence kikapott az utolsótól otthon, és hú de jó, ahhoz képest mondjuk a Benidorm nem sikerült, hogy meglepetés okozzon. De semmit nem foglalkoztam vele, és megígérem, hogy nem is fogok egészen szerintem. Március 21, szerintem olyan március 19-ig nem is fogok vele foglalkozni. Igen, 21 az első bajnoki. Igen, itthon és a második Franciaországban. Na és akkor egy utolsó kérdés, ez a kicsit távolabbi jövőre vonatkozik. Vagy az én figyelmemet került el, vagy nem került még nyilvánosságra semmilyen erősítéssel kapcsolatos hír, hogy elég magasra tettétek azért most így a mércét. Gondolom, hogy jövőre is egyértelmű terv a nemzetközi porond. Ugye nem lesz könnyű, mert valószínűleg csak két csapatunk mehet az Európa Ligába. Vannak már konkrét nevek, csak még nem jelentétek be, vagy nincs is? Jövő évi keret az eldőlt már decemberben. Eldőlt? Megerősítettük, mindenkivel meg lett hosszabbítva a szerződés, stabilizálva lett az a keret, ami most van. A bármi változás az majd a későbbiekben, így a nyár vagy az ősz folyamán, úgy már a következő évre vonatkozva lehetséges. Ja, tehát akkor most új igazolás olyan, ami megrendítő lenne, akkor nem várható. Megrendítő pláne nem. Ez a keret szerintem ez egy nagyon értékes keret, ennek még van fejlődési pályája valamennyi, és hát a következő lépcsőfok az, hogy esetleg a tatabánya elé kerülni, vagy közelebb kerülni a nagyokhoz, az egy nagyon komoly
beruházás is, meg egy nagyon magas lépcsőfok. Tehát azt azért alaposan meg kell fontolni, meg bele kell állni. Így van. Na hát egyelőre élvezzétek ki ennek a sikernek az ízét. Köszönjük a beszélgetést, folytatjuk. És legközelebb találkozunk. Ha addig nem, akkor a Montpellier elleni meccsen 21-én. Köszönjük. Szia. Én is köszönöm. Sziasztok.